az ember utazik, nem tudom, 24 órát Mexikóba, és kikap, félrelép, vagy bármi gigszer ugye becsúszhat, és van egy félperces meccse, és aztán ugye mehet haza, tehát van ilyen történet is. Tudni kell rólam, hogy nekem volt egy pár műtétem is. Nem is az a nehéz, amíg az ember megcsinálja a rehabilitációt, hanem amikor elkezd újból versenyezni és újból formába lendülni, és az általában egy hosszabb időszak. És akkor azért az ember el tud bizonytalanodni, főleg, hogyha nem úgy jönnek az eredmények, ahogy azt eltervezi. Szerencsére most egy olyan korszakomat élem, amikor így belülről én másodvirágzásnak gondolom. Volt egy nagyon jó fiatalkorom, aztán jöttek a sérülések, és elég nagy törés volt benne. De mellett ugye voltak eredmények, de belül éreztem, hogy nem gondolom azt, hogy nekem ez a maximum. És most viszont úgy érzem, hogy megint egyre jobban kapaszkodok föl, és valamiért azt érzem, hogy ez lehet a csúcs, és hát ezért edzek nap, mint nap, hogy ezt elérjem.